Novák Katalin Fejér vármegyei látogatása során a délutánta megye székhelyen Székesfehérváron töltötte a nagy történelmi múltú egykori koronázó város a magyar gazdaság szempontjából is kiemelkedő jelentőségű, a térség ipari és innovációs központja. A köztársasági elnök a legnagyobb hazai vállalatcsoport, a Videoton Holding egyik leányvállalatát nézte meg, az elektromos alkatrészek beültetésével és elektromechanikai szereléssel foglalkozó Kft. Néhány éve több mint 8 milliárd forintból épült gyártó csarnokában zajló munkafolyamatokkal ismerkedett Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével, valamint a vállalat vezetőivel közösen. A városnak az elmúlt évtizede és jelene is összekapcsolódik a Videotonnal. Az egyik legnagyobb múltú magyar ipari vállalat, és ráadásul teljes egészében magyar tulajdonban van, és egy nagyon korszerű új üzemét fogjuk elnökasszonnyal és a cégvezetőivel közösen megnézni, új technológiával, és emellett pedig azokkal az emberekkel, akik a mindennapokban itt dolgoznak, és miközben saját egzisztenciájukról gondoskodnak, egyébként a város fejlődéséhez is hozzájárulnak. A köztársasági elnök ezt követően az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokba látogatott. A csarnoknál megemlékeztek a 33 éves korában elhunyt legendás játékosról, ifjabb Ocskai Gáborról, akinek a nevét viseli a jégcsarnok. Ezt követően számos a fehérvári jégkorongról való történetet ismerhetett meg Ocskai Gábortól és a játékosoktól is Novák Katalin. Hári János jégkorongozótól azt is megtudhatta a köztársasági elnök, hogy hogyan kell felvenni a sportfelszerelést, hogyan öltözik be minden mérkőzésre egy jégkorong játékos. Ugye, meg a fényőrködő, és akkor erre a mez. És utána még van egy ilyen sisak, ami ilyen fehér, ez. Nem véletlenül esett a választás a csapatra, hogy ők mutassák be a sportéletet Székesfehérváron. Gáboréknak köszönhetően ez a csapat hosszú évtizedek óta folyamatosan fejlődik, rengeteg válogatott játékost az utánpótlásba és felnőtt csapatba egyaránt, most is kiválóan szerepel az osztrák bázisú ligában, úgyhogy adta magát, hogy elnökasszony idejöjjön, pályára is lépett, és azt mondták itt a válogatott játékosok, nagyon jó teljesítményt nyújtott. Novák Katalin a játékot is kipróbálta, és a csapat tagjaival jégkorongozott. A válogatott játékosokkal és az utánpótlás tagjaival is találkozott a köztársasági elnök a magyar jégkorong fellegvárában. A fehérvári hoki az egyik alapköve az egész magyar jégkorongnak. Ugye a 70-es évek közepétől, mióta Ocskai Gábor Fehérvárra hozta a jégkorongot, ez a sportág Fehérváron folyamatosan fejlődik. Jelenleg ugye a Hidrofehérvár AV19 a Nemzetközi Ligában játszó nagycsapatunk mellett nemzeti akadémiánk van, a Nemzeti Akadémia keretein belül Magyarországon egyedülálló módon a felnőtt magyar profi bajnokságban szereplő csapatot működtetünk. 300 gyermek játszik és élvezi a jégkorongot az akadémián. Az év végén a nagy csapat új arénába költözik. A köztársasági elnök pénteken is ellátogat Székesfehérvárra, és délután 5 órakor lehet vele találkozni a történelmi belvárosban.